Március 8-án este a kozármislenyi focisták kivételesen nem a pályára, hanem a sportcsarnokba érkeztek, labda helyett pedig virágot vittek a női kézilabda csapat tagjainak. A lányok nem számítottak a labdarúgók érkezésére. Hatalmas meglepetés volt számukra a gesztus, amit nagy örömmel fogadtak. A két csapat között évek óta szoros a kapcsolat. Ha tehetik, egymás meccseire is kijárnak a játékosok. Ez nagy meglepetés volt, mindenkinek nem számítottunk rá, hogy átjönnek a focisták is, de nagyon örültünk mindenkinek, hogy kaptunk virágot, és így utólag is köszönjük szépen nekik. A fiúk szívesen vesznek részt az ilyesfajta megmozdulásokban. A tiszteletadás mellett azonban néhányan tetszeni is akartak a lányoknak a jeles napon. Somogyi Máté egyenesen a fodrásztól érkezett erre az alkalomra. Nagyon jó dolog ez, hogy tényleg odafigyelünk a lányokra. A meglepetés után a lányoknak az edzés is könnyebben ment.